Gyármentő programot azért indította el a kormány az ukrajnai háború kitörését követően, hogy a hazai vállalatok erősíteni tudják függetlenségüket a nemzetközi energiapiacok teljesen kiszámíthatatlan kilengéseitől, és így meg tudják őrizni a munkahelyeket, fent tudják tartani a gazdasági teljesítményüket. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte, a program keretében 120 milliárd forintot biztosítanak 140 kedvezményezett vállalat energiahatékonysági és megújuló energia beruházásaihoz, hogy ezzel megteremthessék a biztonságos működés feltételeit, ennek nyomán pedig mintegy 300 milliárd forintnyi fejlesztés jöhet létre. Eddig 25 cég kapta meg a támogatási oklevelet összesen 27,5 milliárd forint értékben. Ebből 61 milliárd forintnyi beruházás jön létre, és ennek köszönhetően több mint 12 ezer munkahely válik betonbiztossá. A projektek várhatóan 12.471 megawattórával csökkentik az energiafelhasználást. Elsősorban technológiaváltás mellett kötelezték el magukat a vállalatok, sok esetben a gyár épületek hőtechnikai korszerűsítését tűzték ki célként, valamint a megújuló energia termelésére, használatára vonatkozó fejlesztéseket hajtanak végre, itt is leginkább a napelemes rendszerek telepítésével, mondta a miniszter. A miniszter kiemelte, 24 magyar és egy olasz cég kap támogatást, ágazatok szintjén pedig a fém és az élelmiszeripar emelhető ki. Arra is kitért, hogy a pályázatok nem a tipikus területi eloszlást mutatják. A legtöbb ugyanis Jász-Nagykun Szolnok vármegyéből, majd Bács-Kiskunból, Hevesből és Veszprémből érkezett be. A miniszter az utóbbi évek nehézségeit is érintette, mondván, hogy rövid időn belül kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság. Az utóbbi 5 évtized legsúlyosabb válsága alakult ki a koronavírus járvány és az ukrajnai háború nyomán. Ezen helyzetet szavai szerint ráadásul az Európai Unió szankciós politikája is súlyosbította, amely jelentősen rontotta a kontinens vállalatainak versenyképességét, ugyanakkor Magyarország minden egyes krízisből megerősödve került ki, ami a speciális magyar válaszintézkedéseknek, a nemzeti érdek képviseletének volt köszönhető.